Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a mai estében nem fognak csalódni, hiszen egy olyan színművészt invitáltam meg ide a fehérvári beszélgetésekbe, akit mindenki kedvel. Kedveli egyik oldalról azért, mert alapító tagja a színházunknak, és a másik oldalról pedig hétről hétre, vagyis hát azt mondom, hogy darabról darabra nagyívű szerepekkel mutatkozik be nekünk Indestova most már 1995 óta. Závodszky Noémi, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, üdvözlöm a kedves nézőket is. No, hát egy kicsit soha nem beszélünk. Nagyon-nagyon sok olyan beszélgetést olvastam, láttam, amit veled készítettek, és jószerivel soha nem esik szó arról a pillanatról, ami meghatározta voltaképpen a te pályaválasztásodat. Mert hogy nem beszélünk róla. Ugye azt tudjuk, hogy Budapesten érettségiztél a Berzsenyi Dániel középiskolában, méghozzá olasz-orosz szakon, ez egy... És hadd kérdezzem meg akkor már is, hogy honnét jött ez a gondolat, ez az olasz-orosz szak? Az osztály fele olasz tagozatos volt, a másik fele orosz tagozatos volt, én olaszos voltam, de nagyon érdekes, mert oroszra felvételiztem. Szerintem így túl biztosítottam magamat, hogy biztos, hogy felvegyenek, mert izgultam, hogy esetleg pontszámok miatt a fakultatív osztályba be tudok jutni, vagy nem tudok bejutni, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor inkább felvételizek az orosz tagozatra, és akkor nagyobb esélyem van. De aztán kiderült ott, hogy annyira kevesen jelentkeztek az olasz tagozatra, hogy megkérdezte a későbbi osztályfőnököm, hogy volna kedvem olasz tagozatra jelentkezni. Hogy inkább oda vegyenek fel. És egy pillanatra így belegondoltam, mert én nem is figyeltem, valahogy elkerülte a figyelmemet, hogy olasz nyelvet is lehetne abban a gimnáziumban tanulni. Egyébként akkoriban Budapest harmadik legerősebb gimnáziuma volt, tehát hogy bennem volt egy ilyen tudatosság, hogy én egy ilyen jó tanuló kislány voltam, és hogy egy jó gimnáziumba szerettem volna kerülni. És szerintem a másodperc tört része alatt meghoztam a döntést, valamiért úgy éreztem, hogy akkor én inkább az olasz nyelvet választanám. Amennyit tudtam róla, vagy amennyit az ember ugye gyerekkorában hallott, egy dallamos, gyönyörű nyelv, és nagyon érdekes, hogy sajnos akkoriban a nagypapám már nem élt, de hogy nagyon sokat hallottam tőle, és ő utazgatott rengeteget Olaszországban, és... Sokkal később tudtam meg, és ez egy ilyen érdekes titok az életemből. Szerintem erről még nem is nagyon beszéltem sehol, hogy a anyai ágon a dédnagypapám is olasz volt. Én ezt később tudtam csak meg, mert már nagypapámat sem ismertem, mert ő nem élt. Tehát valahol a véremben benne van az olaszság, hogyha ezt szabad így mondani, és lehet, hogy a sors akarta így, hogy... Tehát eleve elrendelés fel beszélni. Szerintem igen. És miként választottál pályát magadnak? Tudtad, de már azt mondtad, hogy jó tanuló voltál. Tehát tetszik, nem tetszik, abban a korban is a jó tanulók a tehetségek előtt nyitva állt a világ, ha úgy tetszik. Ez egyébként sok szempontból igaz, mert néptáncosként be is utaztam fél Európát diákkoromban, és az olasz tagozatosságom révén is jártam kétszer Olaszországban. Azért most ugye 80-as évekről beszélünk, még nem volt annyira népszerű, vagy legalábbis annyira még nem utazgattak az emberek, mint manapság, és akkor egy óriási dolog volt, hogy én már ennyit utaztam. És valamilyen szinten tényleg kinyílt a világ. Voltak éppen, hogy, és aztán mégis a színészi pályát hogy kerültem oda? Tudom, mert annyira az utazás miatt annyira elkalandoztam az utazásban, hogy csak a kérdésedre nem válaszoltam. Nagyon érdekes dolog, mert én egészen más pályára indultam eredetileg, és itt is igaz az, hogy most eleve elrendeltetett, vagy a sors akarta így. Én a vendéglátóipari főiskolára felvételiztem, és a felvételi előtt nem sokkal volt egy ilyen nagy szerelmi csalódás az életemben, egy az első férfi partnerem otthagyott, és én teljesen magam alatt voltam, és a felvételi a Műszaki Egyetemen kellett matekot írni. És megláttam ott az újdonsült barátnőjével, és ezt komolyan mondom, hogy szerintem
Ez a pillanat az egész életemet meghatározta, mert én nem tudtam megírni a matematika felvételit, mert nem tudtam semmi másra gondolni, néztem ott a számokat, aztán egy idő után becsuktam azt az egész munkafüzetet, vagy nem tudom, amit a felvételi papírokat, és eljöttem onnan, ami annyit jelent nyilván, hogy nem vettek föl, de ez még elég kevés ahhoz, hogy mivel közös volt az érettségi az írásbelivel, ezért ugye az érettségim is, tehát azt is elrontottam, úgyhogy szóbeliznem kellett matekból. Más kérdés, hogy arra 5-öst kaptam, de így lett az érettségim 3-as, mert ugye az értékelhetetlen Milányos. Volt az írásom. De valószínűleg a sors akarta így, hogy én akkor ne az a bizonyos üzletasszony legyek, az álmaimban szállodaláncolataim voltak természetesen. El tudok képzelni egyébként. Egyébként most a mai világban, meg a mostani életemben, most már én is el tudnám újra képzelni abszolút módon. De az élet úgy terelgetett, nyilván a színpad az nem volt ismeretlen számomra a néptánc miatt, otthon éreztem magamat a színpadon, élveztem. Más kérdés, hogy akkoriban még csak ugye táncoltam, és nem beszéltem. De hogy mondhatnám azt, hogy egy véletlen hozta, hogy erre sodródtam, de van egy olyan könyv, nem jut eszembe most a címe, azt tudom, hogy tibetiekről szól, és abban olvastam, hogy ott az a szokás, vagy az volt a szokás régebben, hogy a pici gyerekeket körbetették mindenféle tárgyal, ami egy-egy foglalkozást szimbolizált, és amihez először nyúlt a gyerek, ösztönösen vagy tudatalatt, afelé kezdték el orientálni, és úgy nevelgették, hogy állítólag az embernek kisgyerekkorában már látszik, hogy ő mivé kell, hogy váljon. És próbáltam ezt így visszatekerni az én életemben, és az az igazság, hogy szerintem nálam is látszódott, mert én már egész kicsi koromban még óvodás voltam, amikor már a környezetemet szórakoztattam mindenféle produkciókkal, és ezt a környezetem is élvezte, meg állítólag én is. Ezeket ilyen nagyszülői, meg szülői mesélésekből hallottam, mert ugye nem mindenre emlékszem már vissza, de később, amikor már ilyen általános iskolás nagyobb bacska voltam, akkor is imádtam szerepelgetni, meg játszani, meg színdarabokat előadni otthon a nagyinak, meg tehát, hogy ilyen, tehát, hogy érdekes, mert lehet benne valami, szerintem ebben a, hogy gyerekkorban már látszódik, hogy mi iránt érdeklődünk. Úgyhogy az élet így hozta, hogy végül is bármennyire is egy másik irányba indultam el, csak annyira úgy terelgettek, hogy ide lyukadtam ki. A Gornagy Mária színi tanodában otthonra találtál? Mi mindent lehetett megtanulni? Hiszen akkoriban legendákat meséltek róla, hogy mennyire közvetlen, és mégis mennyire egy kezdő színész számára milyen fontos hely, mennyire bensőséges ott a hangulat, mennyire közvetlenebb, mint akár a színművészeti főiskolán. Nyilván azt nem tudom megmondani, mert nem tudom összehasonlítani vele, hiszen én nem oda jártam. Azt tudom, hogy nem is tudom, kivel beszélgettem pár napja, és egy fényképet láttunk Mészáros Lászlóról, talán a Tűzkő Sándorra persze próbán. És mondtam, hogy hát, hogy én nekem mekkora mázlim van az életemben szerintem, mert hogy engem ő tanított. És én azt éreztem, hogy a vele való együttlét, azok a munkák, amiket mi együtt töltöttünk el, az rengeteget adott az én életembe. Őt emelném így nagyon ki. Érdekes volt, hogy akkoriban, hát, nem mondom azt, hogy már untam, mert ez így nem igaz, de már nem tudtam elképzelni, hogy még mit tudunk szétszedni azon, hogy a verszibárdok, erre annyira benne van, a verszibárdokat kellett megtanulni mindenkinek, és a Hamlet nagy monológot. És ezzel, ha nem foglalkoztunk, nem tudom, 2 vagy 3 hónapot, akkor egyet se, de ezerféleképpen kellett elmondani, különböző szituációkat talált ki rá. És először én nem értettem, hogy ebből mi fog kisülni, és hogyha így
visszatekerem, valami elképesztő. Javadra szolgált? Fú, nagyon. De nem csak az, amikor engem szedett szét, már bocsánat, hogy így mondom, tényleg ott mindenki előtt, vagy akármelyikünket, hanem amikor a másik kínlódott ott, mert néha azt éreztük már órákon keresztül a többiek előtt, hogy soha nem lesz vége. Ilyen instrukció, olyan instrukció, de rengeteget lehetett belőle tanulni. Szerintem mi egy ilyen nagy család voltunk akkoriban, nagyon jó kis vizsgáink voltak. Emlékszem, hogy én először úgy voltam életemben Székesfehérváron, hogy a Színezüst Csehó című western musicalt játszottuk a Pelikán udvarban, és szerintem én akkor láttam a várost is először, és valahogy az, hogy már eleve ilyen sikeres darabokat adunk elő, valahogy így nem tudom, nagyon hamar azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. Igen. Így ezen a pályán. Egyszerűen a bőröm alatt éreztem azt, hogy amikor felmentem a színpadra, hogy akkor így, mintha kitágult volna a tér, hogy így jobban kapnék levegőt, és tök érdekes, mert az anyukám az elején, még amikor hát én kitaláltam, hogy erre a pályára szeretnék menni, akkor ő hát nem volt annyira lelkes, és nyilván aggódott, nyilván féltett, biztos volt még ezen kívül számtalan gondolata, és annyira aranyos volt, amikor elmesélte, hogy eljött az első éves vizsgára, az volt a Színezüst Csehó, és azt mondta, hogy először így ült, így lehajtott fejjel, elkezdődött már a darab, hogy úristen, mi lesz itt, és hogy a gyereke majd ott a színpadon mit fog csinálni, mert valószínűleg vagy nem feltételezhette, vagy nem is tudta, és akkor viszonylag az első dalom így a darab elején volt, és azt mondta az anyu, hogy és így meghallotta a hangomat, meg így, amiket csináltam, és hogy egyre inkább emelte fel a fejét, és a végén már így húzta ki magát, és nézett körül, hogy ő az én lányom. Noémi, egy ízig-vérig pesti lány, hogy kerül Pécsre? Hiszen ez kicsit olyan, ugye arról beszéltél, hogy a Színezüst Csehónál láttad először Székesfehérvárt, hát Pécset, és ráadásul a Pécsi Nemzeti Színházba szerződni, az akkor mindenféle értelemben egy nagy lépés volt. Ez így van, és most lehet, hogy meg foglak lepni, vagyis nem tudom. Képzeld el, hogy mennyire kicsi a világ. Szikora János jött el megnézni a Színezüst Csehót, hogy ennyire kicsi a világ, hogy beletrafeltel. És de akkor nyilván nem ebben az elsőben, mert utána évekig játszottuk. Tehát ez egy későbbi történet, már amikor végeztem. És ebben látott, és igazából ennek köszönhetem a szerződtetésemet, mert akkor a János a Pécsi Nemzeti Színháznak volt, azt hiszem, művészeti vezetője. Igen. És én így kerültem oda. Más kérdés, hogy Jánossal szerintem soha többet nem találkoztam ott, mert nem is dolgoztunk együtt, és nem is nagyon találkoztam vele sem az épületben, sem azon kívül, de ennek ellenére ő emlékezett rá. De nagyon érdekes, mert utána, amikor ide került a színházhoz, én ezt elmeséltem neki, hogy milyen kicsi a világ, és akkor eltelik nem tudom én hány év, és az igazgatóm lesz. Ahogy olvasom, otthontalan voltál valamelyest Pécsett. Nagyon. Én szerintem minden szempontból későn érő típus vagyok. Oda kerültem teljesen egyedül pesti lányként Pécsre, tényleg 200 kilométerre az otthonomtól, a családomtól, a barátaimtól. Nagyon magányos voltam. Nagyon hamar belekerültem fiatalon ebbe a szakmába, nem volt senki, aki megvédjen, úgymond, vagy megkönnyítse. Azért ez nem egy könnyű világ, és nem tudtam, hogy kell benne létezni, hogy kell közlekedni, és ezért arról szólt az első évem végig, hogy amikor csak volt egy kicsi időm, akkor minden pénzemet arra költöttem, hogy hazautazzak. Úgyhogy a fizetésem az elég hamar elfogyott nagyjából. A végén, a hónap végén ilyen kefére, meg kiflén éltem körülbelül, mert azt éreztem, hogy nekem fontosabb az, hogy meglegyen a komfortérzetem, és hogy a szeretteimmel lehessek együtt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szabadúszó lettél ezután? Mert hát, azt tudjuk, hogy kismillió film, televíziós sorozatok tömkelege, remek szerepek ráadásul, nagyszerű szereposztások, ha úgy tetszik, tehát azt mondom, hogy olyan színészekkel játszhattál együtt, tehát felsorolhatatlan.
a sztárok tömkelege, hiszen magad is közéjük tartozol. Tehát ez segített abban, hogy kicsit megtaláld magad? Hogy eljöttél, és a szabadúszás, és utána pedig jött egy újabb fázis. A szabadúszás az már annak a függvénye volt, vagy a következménye, inkább így mondom, hogy visszahívtak a Gornagy Mariék megcsinálták a Szurdi Miklóssal a Grease című musicalt, és annak az egyik főszerepére visszahívtak. És akkor ez nekem egy nagy fejtörés volt, hogy mit évő legyek, de végül úgy döntöttem, hogy, és nagyon jól döntöttem, hogy elvállaltam azt a lehetőséget, és megcsináltuk azt a darabot, csak ez így párhuzamosan nem működött, mert én az elején, az első, nem tudom, sok évben nem voltam lekettőzve, és egyedül játszottam, és akkor még az Új Színház, Arany János Színház néven működött Budapesten, és volt bizony olyan, hogy péntek, szombat, vasárnap dupla előadások volt, hogy hétköznap is játsz, nagyon sokat játszottunk a Grease-ből. Életem egyik olyan darabja, amit el tudom mondani, hogy több mint 300-szor játszottam, és hát ez valami óriási élmény. És végül így hagytam ott a Pécsi Színházat, amit akkor nem bántam. Aztán nyilván sok minden megkérdőjeleződött bennem későbbi években. Az embernek ugye olyan az élet, hogy vannak hullámvölgyek, most jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés, de nincsenek véletlenek. Akkor nekem így kellett, hogy legyen. Sőt, azt is ki tudom jelenteni, hogy nem lennék ma a Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulatának, vagy az alapító tagjának az egyike, hogyha akkor ezt a döntést nem így hozom meg. Igen, hát ennek itt pedig az alapító tagságnak idestova negyed százada. Igen, a következő évadom lesz a 25. Így van, tehát 1995, ez csoda pillanat volt, aképpen megélhetted valamennyi igazgató alatt, regnálása alatt a szépet, mert hogy a szépről fogunk beszélgetni nyilván. Tehát elindultál Péter fiat mindenkit, igen. Tehát most nem sorolom fel, Quintus Kondát, Szurdi Miki, és akkor nyilván most a Szikoraira van. És mindig óriási változások voltak. Én színházba járó, illetve újságíróként némiképpen közelebb vagyok a színházhoz. Azt tapasztaltam, hogy esztendőről esztendőre, mármint igazgatóról igazgatóra, úgy tetszik, változik a társulat. És megvannak az állandók. És állítom, és ebben bizonyos vagyok, hogy a színházbarát közönséget, a fehérvárit az élteti, hogy legyenek állandó tagok, akiket szeret. És azt hiszem, hogy ebben főszerep jut neked mindenféle értelemben, hiszen ugye ez nem túlzás, rajong érted a közönség. Hogy élted meg ezeket a változásokat? Hiszen minden igazgató más koncepcióval jött, ez pedig bizonyos, hogy így van. Régebben, sőt, még azt is mondom, hogy nem is csak ezek a változások az ember életében, vagy az izgalmak. Azt nem tudom, hogy a nézők mennyire tudják, hogy hiába vagyunk közalkalmazottak, a színházi lét az úgy működik egy színház esetében, a színészek esetében, hogy évente, minden évben szerződést írunk alá, vagy újítunk meg, vagy állapodunk meg benne. Ezért én még így, amikor pályakezdő voltam, minden évben elképesztő módon izgultam. Mit fogok hallani? Ugye sokszor lehetett olyat, valakit elküldtek, újat hoztak, elégedett volt, nem volt elégedett, el akart menni, nem akarták, hogy itt maradjon. Szóval ugye sokféle verzió van, és valahogy van egy ilyen furcsa hitrendszer, vagy volt, régebben, hogy akkor a színészek úgy izgultak meg, jaj, mi lesz, meg mit fogunk hallani, és ebbe nem mondom azt, hogy hibába, én is belecsúsztam, én is izgalommal mentem mindig a szerződtetési tárgyalásokra, mit fogok hallani. Nyilván az igazgatóváltás alkalmával volt az, hogy vajon kellek-e az újnak, gondolkodik-e bennem, vagy hozza a saját embereit, mert ugye igen. Mindig mindenhol ezt látni, meg ezt hallani, mindenkinek megvannak a saját emberei, annyira fura ez a kifejezés. Miért ne lehetnénk mi is az ő emberei, igen. Hiszen... Szóval, na mindegy. És bizony nekem is izgalmasabb volt ez régebben, míg nem... Hát, nem is tudom, talán egy pár évvel ezelőtt. Igen,
Egészen pontosan akkor, amikor a 20 éves jubileumi műsoromat csináltam, amikor kaptam a polgármester úrtól ezt a kitüntető egy ilyen kis emlékérmet, és akkor utána az igazgatótól azt a lehetőséget, hogy lehet egy műsorom a Nagyszínházba, és akkor váratlanul érintett ez a dolog, de összeállítottam egy olyan műsort, ami a szívemnek kedves volt, voltak benne régi dolgok is, meg kevertem egy kis újdonsággal, és szerintem egy nagyon jó kis produkció, vagy két felvonásos mű született belőle, és utána éreztem azt én találtam ki egyedül, én szerkesztettem, meg voltam a dramaturgia, a jelmeztervezője, a díszlettervezője, a rendezője, a szereplője. Nyilván azért magam mellé választottam partnereket is, a zenei szerkesztő, mindent én csináltam egyedül. És amennyire az elején ellenálltam ennek, mert én nem is gondoltam, hogy ezt én így ilyen színvonalon meg tudom csinálni, közben jöttem rá, hogy igenis alkalmas vagyok rá, vagy éreztem rá az ízére, nem tudom, és amikor megszületett a mű, és ott álltam a színpadon is, és éreztem azt az óriási szeretetet, és lelkesedést, és hát tényleg egy nagy siker volt, és nem is tudom hány percig állva tapsoltak az emberek, valahogy olyan volt az én életemben, mint egy ilyen határ. Valószínűleg nekem ez is kellett ahhoz, hogy végre tisztában legyek a saját értékeimmel, és olyan érdekes, mert utána azt éreztem, hogy én tudom, hogy mit érek, és tudom, hogy ki vagyok most már, és onnantól például már nem izgultam a szerződtetési tárgyalásokon. De egyébként én most értetlenkedem. Mégpedig azért, mert már 2000-ben, tehát az új évezred azzal kezdődött, hogy Pro Teatro Civitate díjat kaptál. Erről beszélgettünk akkor, ennek 19 éve amúgy, és aztán jószerivel nem telt el olyan esztendő, hogy Székesfehérvár, illetve a színházbarátok valamilyen formában ne fejezték volna ki a megbecsüléseket irántad. Képzeld el, az összes létező díjat, amit így ebben szakmában, nézők részéről, színházon belül, amit lehetett, tényleg mindent Vörös megkaptam. Vörös Marti gyűrű, aranyalma, igen, prima díj, ez a prima díj, meg is rá is tette a koronát nekem az egészre, tényleg. És milyen érdekes, hogy mégis azt kellett, hogy én érezzem belül. Nagyon jó érzés volt, és mindegyiknek annyira örültem, de talán, hogyha így kutakodom az érzéseimben, akkor talán ezek a visszaigazolások is azért kellettek nekem, vagy azért tudtam ennyire örülni nekik, mert lehet, hogy én nem éreztem ezt ott legbelül, vagy önbizalom hiányom volt, vagy kételkedtem magamban, mert azért furcsa egy szakma a miénk. Azt mindig elmondják általában a rendezők, amit nem tetszik nekik, meg amit másképpen szeretnének, vagy hogy mi a problémájuk, vagy nem tudom, de a dicséret az már nem biztos, hogy egálban van. Szüksége van az egódnak arra, nem hogy dicsérjenek? Nem az egónak. Szerintem egy mérleg serpenyőjében, hogyha mindig csak az egyik oldalra pakolásznak bele dolgokat, akkor az nagyon-nagyon elbillen. És szerintem az úgy nincs egálban. Az élet szerintem az adok-kapok kölcsönös viszonyán tud működni egészségesen. És biztos, hogy ezzel is lehet esetleg, most teljesen mindegy, hogy egy színésznőnek, egy embernek, ha ő nem kap dicséretet vagy szeretetet, nem fejezik felé annyira ki, akkor esetleg ez is elbizonytalaníthatja, szerintem. Mikor lettél bölcsebb, amikor már azt mondtad, hogy nem tud kizökkenteni a komfortzónádból egy-egy, nemhogy kritika, hanem amikor megérdemelted volna, és mégsem kaptad meg azt az elismerést, mármint nem díjra Értelek. Gondolok. Én körülbelül 25 éves korom óta nagyon tudatosan igyekszem élni az életemet, ami nem azt jelenti, hogy akkor már sikerült. Akkor kezdtem el nyitni a spirituális dolgok felé, és érdeklődni ebben a témában nagyon sok fele, és olvasni, és megtapasztalni sok mindent, és elég hamar, szerintem viszonylag fiatalon jöttem rá arra is, hogy
szokjak le a szerepálmokról, mert soha nem véletlen az, hogy mikor mit kell eljátszanom, kinek a bőrébe bújok bele, akkor ez nyilván magával vonzotta azt, hogy teljesen felesleges irigykedni vagy féltékenykedni egy másik kolléganőre, hogy miért ő játssz azt a szerepet, mert valamiért a sors úgy akarta, hogy ne én játszam. Ha nekem kellett volna játszani, akkor biztos, hogy én játszottam volna. De én hiszek abban, hogy az egész életünk egy óriási nagy tanulás, ez is. A munkám is, a magánéletem is, minden. És nyilván nem sikerült ezt rögtön így kezelnem, amikor a pályára kerültem, és értek csalódások, sírtam rengeteget. Ez évek alatt, ahogy lett, nem tudom ezt megmondani neked, hogy hányba lettem bölcs, inkább azt mondom, hogy folyamatosan talán egyre bölcsebb vagyok nyilván, egyre több mindent tapasztaltam meg, tudom, hiszek abban, inkább így mondom, hogy minden ok és okozat, és minden mindennel összefügg, és minden mindenkivel összefügg, és ez egy ilyen óriási nagy játéktér, amiben mi élünk, és úgy van pontosan jól, még akkor is, ez nagyon érdekes, mert én azt veszem észre, hogy az emberek, hogyha valami rossz dolog történik velük, amik ők ugye negatívumként élnek meg, akkor azt óriási problémának gondolják, pedig hát én, nyilván nekem is idő kellett ahhoz, hogy ezt megtanuljam, hogy abban a pillanatban valószínűleg az a lehető legjobb, fura, az a rossz, úgymond, ha lehet ezt így mondani, ami történik velem, az a legjobb, mert nyilván most ebből tudom megtanulni azt, amit kell. Vagy azért, mert mondjuk elméletben már tudok valamit, mert mondjuk azt gondolom, hogy most már ezt az összefüggést én értem, vagy megtanultam, de akkor ott van a gyakorlat, hogy akkor tessék, mint egy próbatétel, akkor tessék, hogy éled át, hogyan kezeled. És amikor úgy fogom fel, vagy elkezdtem úgy felfogni, hogy most ez van, ez az élethelyzet, és akkor ezt meg kell oldani. És nem az, hogy ez most egy katasztrófa, vagy egy borzasztó dolog. Nyilván megtanultam én is szembenézni a félelmeimmel, voltak nagyon sok minden témában, és beleállni, és van egy barátnőm, akinek a mondata mindig, hogy a fülemben cseng ilyenkor, amikor azt mondta, és akkor mi a legrosszabb, ami történhet? És akkor az ember ezt így, tehát tényleg, mi a legrosszabb, ami történhet velem? És akkor így ez is például nagyon sokat segített nekem, meg még rengeteg egyéb más dolog is, de... Én azt tettem észre, hogy hiszel immáron magadban. Lehet. Magamban is hiszek, abszolút. Sőt, én abban is hiszek, megmondom őszintén, ez nem annyira régi keletű dolog így magamban, hogy igenis nagyon fontos feladatom van a világban, és most nem csak arra gondolok, hogy én színésznőként szerepeljek a színpadon, és úgy adjak, vagy úgy nyújtsak valami segítséget az embereknek az életébe egy szerep által, hanem mint ember is azt érzem, hogy nekem feladatom, valahogy ez ilyen belső késztetésként érzem magamban, hogy segíteni másoknak abban, hogy ők is jobban tudják élni az életüket. Most nem szeretnék tényleg ilyen nagy szavakat használni, hogy felébredni, vagy tisztellátni, de mégis valami ilyesmire gondolok, mert szerintem még sokan nem pontosan értenek minden játékszabályt, hogyha szabad így fogalmazni. Tehát az kintre is vonatkozik nyilván, a köznapi létedre. Mindenre. És természetesen a társulati létre mindenre. Is. Mindenre, mert ez egy óriási nagy lehetőség, és egy óriási nagy csoda, hogy most 2019-ben élünk itt a Földön, mert egy nagyon különleges időszakhoz érkeztünk el. Az én olvasmányaim alapján, illetve akiktől szoktam hallgatni dolgokat, illetve olvasni, ők úgy fogalmazták meg, hogy lejárt a vaskorszak ideje, és most újra belépünk az aranykorba, és csodálatos lehetőségek vannak, és ebben a fura átmeneti időszakban ezt a
ezt a kis káoszt kellene valahogy kitisztítani. Én azt gondolom, hogy ehhez minden lehetőség adott ebben az értelemben is. És nagyon fontos, hogy jól mosolygós szemedet látni. Tehát ez azt jelenti, hogy boldog vagy. Lelked jobbik fele ezt nyilván tudja. Viszont a közönség is látja, és erről én számtalanszor megbizonyosodom. Hogy a mosolygós arcomat az, látja az boldogság, a igen, hogy az boldogságot sugároz. Nagyon-nagyon sok pofont kaptam az életemben, és megmondom neked őszintén, hogy én sem gondoltam, hogy mindegyikből mindig feltétlenül talpra fogok tudni állni, de talpra álltam, és ez is elképesztő erőt adott nekem, mert már máshogy kezelek nagyon sok mindent, és megerősített mindenféle szempontból. Hiszek abban, hogy rengeteg dolog vár még rám az életemben, és ha megengeded, akkor az egyiket azt el is mondom, még egyetlen egyszer beszéltem erről csak egy interjú kapcsán. Előtte ezt azért annyira nem vertem nagy dobra, mert így a magánéletemről annyira sűrűn nem szoktam beszélgetni, de hogy mi 3,5 éve elindítottunk egy örökbefogadást, és én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb elérkezik hozzánk az a kis lélek, akinek a szülei leszünk majd. Nagyon-nagyon hosszú a várakozás, elképesztő hosszú. Nagyon-nagyon sokan vagyunk így, ezt miközben belekerültünk ebbe a helyzetbe, akkor tudtam meg és tapasztaltam meg, hogy ennyire sokan várakoznak arra, hogy örökbefogadó szülők lehessenek. És nem mondom, hogy egy könnyű időszak. A tavalyi nyár ilyen szempontból egy ilyen nagy választó volt az én életemben, mert az volt az az időszak, amikor nagyon komolyan elgondolkodtam egyáltalán arról, hogy és mi van akkor, hogyha nekem úgy kell leélni az életemet, hogy nem lehetek soha anya. És azért szerintem egy nő életében ez a kérdés egy elég fajsúlyos, főleg akkor, hogyha ő mondjuk már tegyük fel 20 éve erre vágyik, vagy nagyon régóta, inkább így mondom. Ösztönösen bennem van, nem azért nem lett gyerekem, mert én nem akartam volna, egyszerűen az élet hozta így, nem egészségügyi probléma, egyszerűen így alakult, tudomásul kellett vennem. Nyilván átgondoltam ezzel kapcsolatosan is sok mindent, az ember nem is gondolná, és ezért is gondolkoztam nagyon sokat, hogy másoknak is ugye segíteni, mert hogy szerintem senki nem gondolja első körből azt, hogy esetleg ő neki van valami olyan negatív hitrendszere a tudatalattiában, ami ezt korlátozza. Márpedig nagyon sokszor kiderül, hogy de bizony saját magunk is korlátozunk tudatalatt rengeteg dolgot. Nyilván én ezeket kipucoltam, amennyire tudtam magamban, és most újult erővel teljesen nyitottan állok a kérdés előtt, és hát türelmesen várakozunk. Tehát az én életemben azt tudom mondani, hogy a türelem szó az nagyon sokat hallott fogalom, és szerintem kevés. A környezetemben azt mondom, hogy kevés nálam türelmes ember van, mert én ezt most már tényleg tökélyre fejlesztettem, és még mindig azt mondom, hogy biztos még hogyha odaföntről engem néz valaki, még mindig azt mondta, hogy lehetnék még türelmesebb, de hát tehát nem könnyű. Csorgótig van a szíved tervekkel, vágyakkal. Igen, én kívánom, igen, hogy valósuljanak meg. És mivel, hogy a ti utad egy szolgálat, ugye tudjuk, hogy az ember szolgál, a szolga kiszolgál, a tiéd az egy szolgálat, méghozzá egy fontos szolgálat mindannyiunk javulására, okulására. És én köszönöm szépen, hogy vagy nekünk itt Székesfehérváron, köszönöm, hogy megtiszteltél, és mi mást kívánhatnék, hogy előbb-utóbb érkezzék meg a gyermek is, hogy akkor még inkább kinyílj, és ugyanolyan boldog legyél, mint ahogy most látunk téged. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Závodszky Noémi volt, a Vörösmarty Színház művésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.